Sziasztok, ez itt a Blockchain Blum a Blockchain Tudás én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, ugye, hogy tegnap mondtam, hogy jön az új Luna, és hát igen, lehet, hogy meg kicsit tudjuk a sztorit, de még mindig van benne tartalék, ugyanis akkor beszéljünk erről a Luna airdropról egy kicsit, hiszen most már ki lehet számolni, hogy kinek mennyi Luna fog járni, lehet már tudni a százalékokat, és mutatok egy kalkulátort is mindjárt. Aztán a második hír arról szól, hogy Portugáliában a kongresszus leszavazta azt a két törvényt, ami ugye a kriptó megadóztatásáról szólt volna, tehát továbbra is ugye a kereskedésben adómentes Portugália. A harmadik hír pedig arról szól, hogy a JP Morgan azt mondja, hogy a bitcoinnak a tényleges fair értéke 28%-kal lenne magasabb, mint a mostani érték ez jó vagy nem. Szóval erről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat a videó második felében. És hogyha téged is érdekelnek a friss kriptó hírek, szeretnéd minden nap megkapni ezeket és napra készen lenni, akkor nem kell más tenned feliratkozni erre a csatornára, ugyanis én minden hétköznap hozom ezeket, feliratkozó gomb, csengetjük összes ennyi a dolgod, és akkor kapod is az értesítést. És persze, hogyha tetszik ez a tartalom, jöhet a like bátran, valamint ugye ne felejtsétek, hogy itt egyébként a videó alatt, ugye itt van ez a kék link, és hogyha erre rámentek, akkor nem ez, ez itt lehet látni azokat a főbb kriptos linkeket, ami egyébként lehet, hogy megéri, hogy meglátogass, tehát ugye itt van, akár a, a ha Trading View-t akarod használni, és mondjuk egy bármilyen magasabb pro csomagba lépnél bele, akkor jár hozzá egy 30 dolláros ajándék, de mindegyik link, mindegyik linkhez jár kedvezmény. Tudjátok, adózással kapcsolat, itt van a Crypteus-nak a linke, a BCB kóddal ott is jár a 10%-os kedvezmény a szolgáltatásokból. Tehát úgy van ez összerakva nektek, hogy ha ezek a területek érdekelnek, akkor kedvezményhez jussatok. És ugye ne felejtsétek el, hogy ugye itt van a, a kriptós könyvcsomag is, tehát itt is továbbra is az ajándék TikTok könyv, az ugye jár hozzá, ez jelen pillanatban ugye így néz ki, itt van, és ugye így ha három könyv, ami itt van, azzal 13 000 forint, de a TikTok könyvet hozzáadjuk, akkor is 13 000. tehát igazából összességében 20 000 forint értékű a könyvcsomag, amit megvásárolhatsz. ugye a link itt van ugyanúgy a videó alatt, és ugye a másik fontos link a Patreon csoport, ahol tényleg rengeteg mindent ö, tudtok tanulni, Például a mai reggel folyamán tegnap említettem, föltettem, hogy mi az a Web 3.0, amit azért nagyon fontos megérteni, mert te, mint kriptós, neked ez egy nagyon fontos dolog lehet, és ha a kriptó területén akar elhelyezkedni, annak pedig nagyon-nagyon fontos megérteni ennek a fontosságát, ugyanis rengeteg új terület nyílik meg ennek köszönhetően, viszont meg kell értened, hogy ez az egész hogy működik, mi az újítás, és miben más ez akár az 1 pont vagy a 2.0-tól, ami ugye ö, mögötte volt. És a másik dolog, hogy most készítettem el egy újabb videót a Patreon-ba, ezt holnap fogom feltenni. Ez pedig arról szól, hogy a mi az az altcoinoknak a sötét oldala, azaz a bálnák hogyan manipulálják a piacot, és ott levezetem neked azokat a lépéseket, amiket le tudsz követni egy ilyen piaci esésnél, hogy mégis mi történik, és mire használja föl a a a bánáknak a csoportja az altcoinokat és ott megmutatom neked, hogy az altcoinok több éves lebontásban miért vannak mégis lemaradva a bitcoinhoz növekedésben, akkor is, hogyha mindenki azt mondja, hogy a bitcoinokban van, vagy a, a, az altcoinokban vannak a, 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 nagy lehetőség, hiszen a bitcoin már alig fog menni. Szóval szerintem nagyon érdekes videó, és én most nagyon figyelek arra, hogy jövő héten is folyamatosan olyan videókat tegyek föl a Patreonba, mert most nem az altcoinok videóknak van itt egyébként a fő ideje, azok is voltak is, és természetesen lesznek is majd, de ezt az időszakot emlékszem, hogy én milyen jól kihasználtam annó 2019-20 környékén, sőt még ugye előtte is, amikor a tanulásra fekteted az időt, bárhonnan, tudjátok, én mindig azt szoktam mondani, hogy tanulj más youtubertől, menjél akár másik kurzusra, és így tovább, viszont aki tőlem szeretné, azt én úgy akarom összerakni a patreon hogy úgy is van összerakva, de hogy továbbra is ez az irány, hogy aki itt van, az lépés előnyben legyen az átlag kriptóssal szemben. Én is azért fizetek elő különböző tartalmakra innen, onnan, onnan, -on -on -on, hogy nektek az eszenciáját összegyűjtsem, és magyarul ezt tudjam akkor tálalni. Szóval ez pedig a következő videó jön holnap, ugye ez a, ez a mai nap ki, jön még a heti elemzés is holnap, és a jövő héten az összes többi videó szintén csatlakozik ehhez. Szóval építsük tovább ezt a tudást. Na, és akkor most jön a piaci áttekintés. Bitcoin 28.962 dollárra, ez 2%-os esés az elmúlt 24 órában. Ethereum 7%-ot esett, most már 1813 dolláron és hogyha megnézzük a nyerteseket, akkor jó, ezt szerintem felejtsük el Terra e, UST-t, és itt van a Sandbox, 4,5%-ot megy fel, aztán Decred 1,9%, de végül is elfogytunk, ennyi volt. A vesztesek közül pedig látjuk a Steppen 16%-ot, ment le Avalanche 13 <coughs> Zikes szintén közel 13, tehát igazából megint egy gyengélkedő nap, hogyha ide rámegyünk, akkor lehet látni, hogy ma is itt a, 4 óráson hát a, a, akkor ebben a négy órás intervallumban egy piros gyertya e, rajzolódott ki, és akkor ez is még továbbra is piros, van jelenleg a további. Tehát igazából, ha a bitcoin árát nézzük, nagyon nem kell ezt most nagyon nincs, nincs mit ezen elemezgetni. Az biztos, hogy jó ideje megyünk oldalazunk, és ugye ez két irányba indulhat el innentől kezdve. Nagyon sok indikátor igaz, hogy azt mutatja, hogy e, ugye ez az alja, Viszont én ezzel mindenképpen óvatos lennék, lehet benne egy ilyen felszabadító ralli feeling, de azt szerintem lehet, hogy tisza világ virág életű, ugyanis összességében, amilyen helyzet van most a világban, a gazdasági helyzet, az nem túl rózsás, és a tőzsde és minden ilyen csak befolyásolja a kriptópiacot. Na jó, és akkor menjünk rá. Ja, egyébként tegnapi nap folyamán ugye megtörtént a Fed részéről az a bejelentés, hogy akkor megint 50 bázisponttal emelnek, de ugye ezt előre bejelentették, tehát igazából ebben nincsen ilyen szempontból semmi új dolog, következő hónapban is ez várható. Bár most több olyan hír is felröppent, hogy esetleg, hogyha, mint most lehetett látni, hogy az infláció egy mikro, picit megtorpant és picit Jobb lett az áprilisi alatt, mint a márciusi, akkor lehet, hogy két ilyen nyári emelés után lehet, hogy nem is kell további ezt annyira erőltetni, meg sikerült fogni. Hát ezt majd akkor meglátjuk, de ilyen hírek is fölrepentek. Na, és akkor jöjjön az első hír, beszéljünk a Terra Luna airdropról. Itt minden nap újabb és újabb hírek látnak ugye napvilágot. Tegnap volt a napja, ugye, amikor volt a szavazásnak a végeredménye, rögtön csináltam a videót, és rá körülbelül egy órára el is készítettem. Mi szerint ugye megszavazták, hogy holnapi nap, május 27-én ugye elindul úgymond az új blokklánc, és hát új Terra Luna születik, aztán lesz a Terra Luna klasszik, és akkor igazából itt tartottunk, de hogy hát nyilván megy tovább a sztori, és akkor én is ennek megfelelően hozom a híreket. Tehát először is, hogy tisztázzuk a dolgokat, így lesz a felosztás, tehát ugye indul a Luna 2.0, ugye ez az új Terra, összesen egy milliárd token fog születni, és úgy lesz elosztva, hogy akik a támadás előtt ugye tartottak Lunát, azok 35%-ot kapnak, aki a támadás után vásárolta meg, tehát amikor már itt nagyon durván ment le az ár, akkor az 10%-ot kap, azok között lesz, bocsánat, úgymond azok között a 10% lesz kiosztva, aztán ugyanígy az UST-re, hogy aki a támadás előtt tartotta, az 10%, aki a támadás után vásároltanak 15%, és akkor itt a közösségi poolban, ugye 30% tehát sőt ugye azt mondják, hogy akkor a Terraform Labs pedig lekerül a whitelistről, tehát egy abszolút a közösség által irányított dologról legyen itt szó. Azért fölöbbentek tegnap írek, ugye megtörtént a szavazás, 65%-kal megszavazták, de azért ugye azt lehet tudni, hogy amikor itt a, a káosz kezdett kialakulni, akkor ott azért a, a maga, maga, terások begyűjtöttek maguknak egy olyan jó 60 ot majd aztán utána megszüntették ennek a sztékelésnek a lehetőségét. Tehát ugye azzal rendelkeztek, tehát így, hogy a 60 kal ők rendelkeztek, így nem volt olyan nehéz 65-öt elérni, mert azért összességében a hangulat abszolút, abszolút ez ellen volt. És itt ugye újabb kérdéseket vett föl, hogy akkor ez mennyire jó ez a nagyon erőltetett dolog. Ráadásul akkor menjünk is át arra, hogy mennyi lúnát kaphatsz. Van egy ilyen Luna airdrop, hogyha ezt így beírjátok a Google-be, akkor megkapjátok ezt a táblázatot, de egyébként ez egészen pontosan úgy néz ki, hogy Terra, ö, mi is ez? Terra Ritty, tehát Terra r -I -T -Y pont per Luna kötőjel airdrop, ha ezt beírod. Ez a weboldal, egyébként rá is tudsz találni. És a lényeg az, hogy itt be tudod írni, hogy te mivel rendelkeztél, csak most a kerek számoknál legyünk, tehát beírod az, hogy a támadás előtt neked volt mondjuk 100 lúnát, most csak mondok egy számot, teljesen mindegy, aztán utána nagyon bevásároltál, vettél 100 ezer lunát, 100 ezer lesz mondom itt, igen, nem ez egy millió lett, mindegy egyébként szinte, és akkor mondjuk van, volt a támadás után, ugye, UST-t mondjuk vásároltál, abban mondjuk nem tudom, beírok 1000 tételezzük fel. És akkor itt alul, mint látjátok, kiadja az eredményeket. Nos, ez úgy néz ki, hogy a postluna, tehát ami itt van, tehát amit a támadás után gyűjtöttél be, és volt belőle neked százer darab, akkor első körben az újból kapsz 0,43-at, és utána 6 hónap elteltével, 2 éven keresztül, 24 hónapon keresztül, havi lebontásban kapsz igazából ennyit, amit itt látsz, és ennek az összege a végén lesz ez az 1,44 valamennyi. Tehát az azt jelenti, hogy majd a 24 hónap lejárta után. Hogyha volt ugye támadás után új t bevásároltál, tetted azt mondjuk 1000 dollárért, akkor azért kapsz közel, közel 4-et, 3,9-et, majd havonta, ugye 6 hónap után, 24 hónapon keresztül 0,38-at, és itt a végeredmény 13 lesz belőle. Hát talán a legjobban akkor jársz, ugye, hogyha volt előtte Lunád, ugyanis akkor igazából, ha volt 100 lunád is, akkor 30 ot 30 -at, 30 at kapsz, és utána havonta még közel, nem tudom, 3-ot, ugyanez a Két éves, 24 hónapos dolog, és a végén lesz egyszer majd neked 102. Szóval, ez így lesz, ha tetszik, hanem Dovon megszavazta magának, kicsit lehet ezt így mondani, és igazából tényleg kell a Terra Lunának idő, hogy hogy ez rendeződni tudjon, ugyanis most nagyon rossz a hangulat, tehát nagyon sokan ugye perelni szeretnék mindent. Tehát az sem biztos, hogy ebből lesz egyébként olyan értembe valami, hogy hosszú távon. Most lehet, hogy bebetonozzák ide a tokeneket, nem tudom, hogy két éven keresztül ugye apránként csepegtetik, de a végén simán benne lehet a dologba, hogy az egészet mindenki megutálja, és nem ez belőle semmi. Szóval jelen pillanatban ezek próbálkozások, iszonyú rizikós, hogy mi lesz az új Lunából, lehet, hogy lesz egy ilyen pump and dump, hogy akkor na most akkor vegyük, mert hogy ez lesz a jó, de mi van mögötte igazából, szeretnék-e még ezt a dolgot, akarjuk-e? Szóval rengeteg kérdés vett föl. Aztán a következő kérdés az volt ö, több ember által is, hogy jó van, de én a váltón tartom, mi van akkor? Szóval, hogy a Twitterre fölmentek, és itt vannak a legfrissebbek, ráfrissítek, hogy esetleg Dovon barátunknál jöttek újabb hírek, még mióta ráfrissítettem, és... Ö, igen, tehát ö, talán ez volt még itt a legfrissebb 14 ö, perccel ezelőtt, de itt van például a L Bank is ugye, ö, támogatja az airdropot, ott van a Bitfinex, az is azt mondta, hogy mehet, a Bybit, mint váltó, mehet, a GTIO, mint váltó állítólag támogatja, mehet, és így tovább, őszintén teljesen egyértelmű, én még a Binance-től nem láttam, mint például egy nagytól, de már tegnap volt arról poszt, hogy folyamatosan tárgyalnak. Tehát holnapra ez ki fog kristályosodni, most még ugye ne kérdezzen senki semmit azzal kapcsolatban. Ami itt a szerintem ez a legegyszerűbb, ő most itt ezerre posztolni fogja az újabb és újabb híreket, mert ez nyilván nagyon fontos neki. Szóval itt mindig tudjátok majd követni Dovont, nézzétek meg itt a Twitteren, és akkor lehet látni, hogy, hogy mik azok az újabb helyek, ahol ez az airdrop egyébként támogatva lesz. Nyilván, hogyha a, a saját walletedben van, akkor ott nincs nagy kérdés. A váltó, a váltó, az egy kérdés, hogy az adott váltó, ahol éppen tartottad a Lunádot akkor éppenséggel azzal e, mi lesz. De nyilván holnap fognak ezek a dolgok jobban kiderülni. Elvileg holnap megtörténik az airdrop, de még erre sem volt teljesen egyértelmű dolog, hogy airdropot kapsz ekkor és akkor, de hát majd rajta tartom a szememet én is, hogyha van valami fontos információ, eddig is megosztottam veletek, ugye tegnap is, amik voltak a frissek, mai nap is, ami van, és hát így megyünk tovább. Ezért van minden hétköznap, ugye itt egy ilyen bejelentkezés, hogy ti napra készek legyetek. Na, nagyjából akkor itt tartunk a sztorival. Most pedig jöjjön a következő hír, ami pedig arról szól, hogy a Portugál Kongresszus leszavazta igazából azt a két törvényjavaslatot, ami ugye Arról szólt volna, hogy megadóztassák a kriptót. Portugália mindenképpen egy olyan ország, ahol kedveznek a kriptósoknak, pláne, hogyha az adózást nézzük. Ugyanis Eddig is úgy néz ki a helyzet, hogy a való kereskedés 2018 óta abszolút adómentes Portugáliában, és akkor a, nem is olyan régen a pénzügyminiszterük bejelentette, hogy hamarosan ugye lesz adó a kriptóra. De most ezt a portugál kongresszus leszavazta, és azt mondta, hogy nem, nem, nem akarjuk mi ezt, továbbra is maradjon ez a része teljesen adómentes a dolognak. Szóval egyenlőre úgy néz ki a helyzet, hogy Portugália is azok országok, azon országok közé tartozik, ahol kedvezően lehet kriptózni, hogy ott van Dubaj, szintén ott van, hogy szintén nem kell adót fizetni. Tehát azért lehet látni, hogy vannak ilyen országok is, meg vannak olyan országok, ahol kedvezőek a feltételek. Én egyébként őszinte leszek Magyarországot ide sorolnám a maga 15%-ával ugye a nyereség után. És vannak országok, ahol meg ennél sokkal rosszabb a helyzet, és sokkal jobban megadóztatják a, a, a kriptót. Ugye a Németországban is van az a fajta, hogyha egy évig tartad, nem, tartasz, nem, tartod a bitcoin, nem kereskedsz vele, akkor nem kell adót fizetni. Viszont itt a Portugáliában arról van szó, hogyha kereskedsz kriptóval, akkor sincs egyébként adó. Tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy hogyan nem kell fizetni, vagy kell fizetni érte. Hát jelen pillanatban tudjátok, jelen arról van szó, hogy itt a szabályozások alakulnak ki a világ különböző országaiban, mindenki a másikat figyeli, hogy jó, hogy csinálja, az neki megfelel, vagy nem felel meg. És hát a következő pár évnek lesz ez a hordaléka, hogy hogyan is alakul ez a terület, a kriptónak a területe, és milyen szabályok mentén tudunk majd kriptózni. Nyilván ez még egy nagyon gyengén leszabályozott terület, de nyilván ez így élhetetlen. Tehát ö, hamarosan majd itt tisztázni kell a dolgokat, de a hatalmi szervek ez erre rajta vannak. Lesznek dolgok, amik nem fogunk örülni, és lesz olyan dolog, amik bizony segíteni fogja. Szóval, igen, mindenkinek föl kell adni egy kicsit az, az elveiből. A harmadik hír pedig arról szól, hogy JP Morgan azt mondja, hogy szerinte a bitcoin 28%-kal érne többet, mint a most jelenlegi ára. Ha JP Morgan és kriptó közlemény, akkor mindig a hátamon feláll a ször, hogy már megint mi van, mert hogy ugye JP Morgan volt az, aki 2017-ben azt mondta, hogy ez egy mekkora csalás a bitcoin, és így tovább, aztán kiderült, hogy titokban azért ők már gyűjtögették a bitcoint, utána újabb hírek, gyerekek, megtértünk, és akkor majd lesznek kriptó szolgáltatások a bank által, nagy ügyfeleknek, aztán gondolom, hogy jönnek majd a kicsiknek és utána elkezdték mondani, hogy akkor a bitcoin ez végül is egész jó, majd akkor mondtak nagyobb számokat, hogy ennyi lesz majd a bitcoinnak az ára, és most is azt mondják, meg is osztom a cikket, hogy a fair ára a bitcoinnak 28%-kal lenne több, mint a mostani, ezt ők így szerényen 38 ezerre lőtték be, amikor ezt mondták, 29.722 volt a bitcoin, ami most már tudjuk, hogy lejjebb van, hiszen előbb néztük meg, Sőt, még azt is kiemelték, hogy ugye, mint alternatíva a befektetések terén, ugye a bitcoin az egy jobb befektetés, mint az ingatlan. Tehát, na ezek a hírek azok, amit nem tudsz mit kezdeni, mert nem tudod, hogy vagy nem. Ugye először azért nem, hogy jó, hát hype a bitcoin, de jó, de akkor elkezdesz rendesen aggódni, hogy mi van ez e mögött már megint, mert mindig, amit a JP Morgan mond, akkor annak a kép, ahhoz képest, hogy a másik irányba megyünk. Szóval rendesen meg van kavarva itt a, a, a piac, és hát mindenki próbál okos lenni. Ott is ott vannak a megfelelő szakértők, akik szintén polírozzák a varázsgömböt, de nem látják rendesen, hogy mi van benne, mert hogy nem látjuk ilyen szempontból a jövőt. Lehet mondani, hogy a fair ár annyi lenne, de könyörgöm mi alapján hoztuk meg ezt a döntést. Ez is egy jó kérdés, de minden esetre most éppen ezt mondják. Jó, mindegy. Ez is egy hír, Valaki aki örült ennek. Én egy kicsit még ráncolom a hogy hogyha J.P. Morgan mondva, valamit a kriptoval kapcsolatban és akkor ez megint micsoda. Na jó, ennyit akkor erről, és akkor jöjjön a kérdezfelelek rovat. Kérdés pedig mindig tudod a legutóbbi videó alá írjál, onnan szemezgetek és hozom akkor egy párra a választ, amire tudjátok, írok. Nem mindig látom mindegyiket, valamikor később írjátok meg, tehát valamikor másfőrendben dobja föl nekem a YouTube, de azért sokat megszoktam szoktam személyesen válaszolni. Megosztom a képernyőt. És mi lesz a Luna 2. mögött a projekt? Egyáltalán mi értelme létrehozni ezt a coint, mit fog tudni, amit a többi nem. Engem ez érdekel, mert amúgy nem semmi értelme szerintem, csak mi gyorsan meglavogják a körülötte lévő hype sok hülye megtolja bele a pénzt a semmibe. És nagyon jogos egyébként a, a, a felvetés, ugyanis a régi Luna az ott volt, hogy akkor összekötve az UST-vel, és akkor milyen klassz az algoritmus alapú stablecoin, és akkor ott lesz majd a bitcoin fedezet, és itt tovább. Hát ezt tudjuk, hogy milyen jól sikerült, tehát hogy akkor ez így nem most, aztán jön itt a megmentő Luna 2, 2.0, ami már nem lesz hozzákötve a ust és akkor kérdem én, ez egy tök jogos kérdés, én is így vagyok vele, <coughs> na akkor ez a projekt igazából mit fog tudni? Mert jelenleg igazából csak létrehozzák a tókent, aztán utána jön majd a bizonyítás az erre, hogy ez nektek egyébként jó. Azért jó, mert nem tudod eladni, mert nem kaptad meg ugye rögtön, ugye, de aztán sokan meg belugranak, hogy hú, új, nagy őrület, akkor azért Nyilván ez egy abszolút ingaványos terület lesz, és én is azt mondom, hogy legyenek fenntartásaink. Azért itt a, a Dovonról is kiderültek érdekes dolgok, amiről én is beszámoltam az utóbbi időszakban, mióta ez a támadás történt. Először sajnáltuk, aztán már nem annyira sajnáljuk. Na, szóval eléggé zűrös ez a helyzet. Egyenlőre csak ott vagyunk, hogy akkor minden igaz, akkor jön a 2.0, jön majd az airdrop, ott lesz a valatunkban az új Luna, és hogy mire lesz jó, azt majd az idő eldönti. Sziasztok! Sajnos a Revolut eladta az összes Rapt Luna, eladta velem. Nem volt egy hatalmas összeg, de azért fájdalmas volt. Hát igen, ilyenkor ki vagy szolgáltatva, ugye itt is mindig arra szoktam fölívni a figyelmet, hogy azért nem tartom szerencsésnek akár Revoluton tartani a pénzt, akár váltón, mert, vagy kriptót, mert ugye ki vagy akkor ott szolgáltatva Tehát, hogyha ha, ha, akkor nem látod a lunádat, látod a lunádat, vagy teljesen más dolog. Tehát, ők hoznak, ez egy centralizált ö, dolog, hoznak ott egy döntést, és azok fognak történni, ha tetszik, hanem hogyha a, sale, a saját walletedbe tartod, ugye azért van direkt a ledgernek a linkjeit, meg a többinek is, akkor ott te rendelkezel vele, és az lesz vele, amit ö, te szeretnél, hogyha akarod tartani, akkor persze ö, tartod ott, senki nem kényszerített semmire, de hát, hogyha egy olyan rendszerbe tartod, amit centralizált, ott ki vagy annak szolgáltatva. Nem tudom a Revolut részleteit, nem használom, biztos aki használja, akkor az jobban tudja. Én egyszerűen a pénz beküldésére tartom jónak, vagy éppen kivételére, arra abszolút használom. Viszont a magára, hogy, hogy a Revoluton vegyek kriptót, az, 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 az nem az a verzió, amit én preferálok. De tudom, hogy sok kezdőnek kényelmes. Hello, hogyan fogok én kapni Luna Airdropból, ha jelenleg 135 ezer Luna token tartok? Nem a százalékra vagyok kíváncsi, hanem hogy ők hogy tudják számomra folyósítani. Köszönöm előre is. Nos, ugye amikor megtörtént ez a bizonyos snapshot, tehát a pillanatkép, azt megvan, hogy a, a, dátum az május 7 én -e, nem tudom én hány óra, az volt az azelőtti előtti, aztán az azutáni rész, ugye. Tehát megvannak, hogy, 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 mikor készítik ezeket, és akkor, ahogy előbb mutattam a táblázatot, hogy melyik kategóriába tartozol, annak megfelelőt kapsz, de tudom, hogy nem a százalékra vagy kíváncsi. És igazából, ugye, ott van, hogy milyen tárcákon van az a Luna elhelyezve. Tehát akkor ott van a te tárcád is, és az érdob automatikusan magától meg fog oda érkezni. Ez legalábbis a terv. Jó, tehát ők tudják, elkészítették a pillanatképet, a blokkláncon minden adat ott van, az visszafelé ugye megváltoztathatatlan, és innentől kezdve lehet tudni, hogy milyen tárcán, milyen mennyiség volt akkor, és annak arányában azok a tárcák fogják megkapni. Ennyit akkor erről. Igen, most többen értelemszerűen a Lunáról kérdeztetek. Szóval a holnapi nap folyamán is természetesen jövök, hozom a legfrissebbeket, hogyha nektek tetszik ez a tartalom, amit minden nap gyártok nektek, akkor jöhet a like, ezzel tudjátok jelezni, valamint aki még nem lenne feliratkozva, tudjátok, ha minden hétköznap meg akarjátok kapni a legfrissebb kriptos és ö, blokklánccal kapcsolatos híreket, ami szerintem, ha benne vagy ebben a területen, nagyon-nagyon fontos. Én direkt hosszabb videókat csinálok, ilyen félórás videókat, amiben több mindenre rá tudunk ö, nézni, és kicsit kifejtősebben. Tehát többféle youtuber van, valaki elmondja gyorsan a gyorsan híreket, valamelyik bizonyos témát kicsit jobban elemez, valaki a technikai elemző, én, én se az vagyok. Tehát szeretem mindig a csártot valahogy alapjaiban megnézni, de nem vetném bele magamat, mert az a többséget tudom, hogy untatná. Én mindenképpen azokat szeretném úgy kiszolgálni, akik ugye a napi információkat szeretnék megszerezni, és valami magyarázatot is igényel egy-két eset nekik, ne csak az legyen, hogy tessék itt a cím, és akkor dolgoz fel magadnak. Szóval ebben próbálok segíteni, amennyire lehet objektíven elmagyarázni a dolgokat. Szóval Köszönöm szépen a figyelmet, holnap jövök, sziasztok!